Többek között táncterápiával is kezelik a Bogáti otthon demens lakóit. A 140 beteg közül 70-et érint az időskori elbutulás. Ahogy nő az átlag életkor, egyre több ilyen beteg kerül a hazai szociális ellátórendszerbe. A szakmának egyelőre nincsenek megfelelő módszereik a demensek kezelésére. Akkrétáltattunk egy 6 részből álló demens továbbképzést, ahol nem csak a hagyományos demenciáról tartanak előadást, hanem arról, hogy például milyen gyógytornát kell alkalmazni a demenseknél, milyen étkeztetést kell csinálni a demenseknél, játékterápia, meseterápia, állatterápiának az alkalmazásának a lehetőségét vizsgáljuk. Egy másik programunk most fog indulni szeptember 1-én, amikor is azt fogjuk vizsgálni, hogy különböző beavatkozások hatására mennyire lassul le, vagy hogyan lassul le a demencia folyamata. A demenciáról szóló képzést 30 főre akkreditáltatták, 2-szer annyian jelentkeztek. Láthatóan óriási az érdeklődés iránta. A Bogátiak tavaly felvették a kapcsolatot a Mödlingi otthonnal, ahol hatékony módszerekkel kezelik a demenseket. Ezeket a jó gyakorlatokat szeretnék idehaza is meghonosítani. Ehhez osztrák kollégáiktól minden segítséget megkapnak. Tapasztalatokat cserélünk a demens betegek ellátásával kapcsolatban. Megmutattuk a módszereinket, hogyan kell egy demenssel beszélni, milyen terápiák alkalmazhatóak náluk. A két intézmény adottságai teljesen mások, de mindketten azon dolgozunk, hogy az idősek a lehető legjobb ellátást kapják. A Mödlingi otthon igazgatója ígéretet tett arra, hogy a náluk már nem használt, de jó állapotú felszereléseket, ágyakat eljuttatják a Bogáti otthonnak, ezzel is támogatják az itt folyó munkát.